Mindjárt Lokanába érünk, és menjünk a Nivolet Hágóra. Elmúlt esti záporzivatar után. Gyönyörű időnk lett, szuper jó a Nivolet Hágóra, ahol tavaly vissza kellett fordulnom, úgyhogy most ez egy jó nap lesz. 850 méteren járunk. És jó meleg van. Pedig még csak 10 óra körül járunk. Fél 10. Éppen bebírtam menni a kanyar. Filmezem. Forza! Jó, jó. Arra felé menjünk fel. Durva lesz. Talán fürdeni is fog a Péter. Hogy ígéret szép szó, ha meg ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Arra fogunk tovább menni. Ott fel. Ezt szeres róla reále. Nem tudom, hogy kell kiejteni. És sokkal jobb idő van, mint múltkor. Most 22 fok volt. Na, még 3 km az a hely volt, ahol visszafordultam. Szuper időnk van. Abból az irányból jövünk. És ott már kemény emelkedő volt. Csodálatos egyébként. Ahhoz képest, amikor én itt voltam, most ilyen időben olyan furcsa itt lenni, hogy hiába kár volt valaznom a polárt.
Hát ez maga a paradicsom. Ez is egy csodaszép hágó, ez is a top 5-be vagy 7-be benne van. Arriva motoros, fantasztikus. Lehet élvezni a természetet. És néha nagyon jól esik a szellő. Ott lesz a tó, az alsóházaknál. Hát látni majd egy pár kanyart. Lassan férünk ez a tóhoz 2300 méterre. Nagyon jó is lesz mondjuk. És végre klassz előfújt megint. Nem rossz. Úgybár. Egy jó kis tóhoz érünk, és innen még 300 méter a hágó szintben, az már talán tényleg nem sok. És ott valahol lesz a hágó. Hoho, csobog a víz. Na nézzük ezt a halacskát. Na jó, nem lesz ez 5 perc, úgyhogy ügyesen. Na nézz oda. Ott ubicka valaki. 2300 méteren. Hú, az. Azt a kutya meg a macska. 2300 méteren, hát igen. Jó, már hamar mélyül, meg hűl. Hát ez egy elég tiszta. Na, de viccen kívül, a 15 lehet. Hát akkor az ember, az igen. Tehát, hogyha csak le akarsz, és fel akarsz, le akarsz visülni. Arra pont jó. És már tekerünk is tovább. Nézd körbe, milyen a táj. Fantörpikus. Brutálisan gyönyörű hágó. Na, mi a véleményed a környékről? Király. Sehol egy motoros türkisz tó, fürdőtó. Zubog a vízesés. Egyetlen egy hibája van a hágónak, hogy nem lehet sehol vizet venni. Hát... Vannak-e, hogy mindenhol csobog a víz, meg tavak vannak. We'll be right back.
másik tavaly mennyivel csúnyább. Hát, rámondom itt a videókamerára, hogy az öt legszebb hágó egyike, ahol jártam. Fantasztikus. Gleccserek, havasok, türkisz tavak ott az egyik, ahol a Péter fürdött len. Megnézzük közelről. A hágó tábla az lejjebb van kiírva, de valójában tényleg ez a hágó. Nem volt ez rossz, csak az a baj, hogy az Alpokban nincsenek igazán magasra vezető utak. Hát az ember teker 3-4 órát és elfogy. Még hogyha alulról indul, akkor is. El se lehet fáradni igazán, az a probléma. Azért a végén lihegtünk rendesen, nagyon siettünk, hogy felérünk 3-ra, de aztán most nagyjából feladjuk azt a vonatot, a 6.35-ös, legalábbis kicsi az esélye, de hát meglátjuk. Én egy hosszú út azért felveszek. Az alagúda mindenképp kell a hosszú út, arra készülj Péter, hallod? Mondjuk 3 perc, ha 60-nal megyünk. De azért... ott nagyon vigyázni kell, tényleg. Jutott is eszem, hogy gondolsz ránk, hogy milyen ott fölfelé menni. Jelentem a videókamerára, hogy megvan az összes 2500 fölötti hágó biciklivel. Úgyhogy majd ezt meg kell ünnepelni, aztán pár napon belül bizonyára meg lesz összes 2400 feletti, és itt tovább, és mire azért már kész, 2000 fölöttiek is. Mert ebben állati, hogy rá tudsz közelíteni, mondom, hogy tökre rá közelítettem, hogy ment az autó. Ott is megy, most megy a gáton, a duzzasztón. Tök jó. Mennyire más a színe, ez nagyon durva. A másik az egy lecsertó, és ez meg nem, tehát ezt nem tudom. Ja, ez, nem, igazából nem tudom, mitől ilyen értetetlen. Valaki magyarázza már meg. Ott is olyan, hogy jön fel egy autó. Azért viszont ez kiderült, hogy mennyi még hátra lett volna. De gyönyörű, Jézusom! Megmondom, én állam top 3-as, de top 3-as vágom. Annyira az nem tudok rá közéteni, meg remegne is, hogy lássam a mosolyt az arcán.
az épidővonalra. Nem lesz az baj egyébként, ha lent hidegebb lesz és nem tűz a nap, megmondom őszintén, még nem esik. Nem lesz baj, ha nem esik. Nem tudok betenni ezzel a tóval. És a különböző színe, ez csúcs. Hát ez az a hely, amikor így el tudnék itt órákat tölteni. Órákat itt el tudnék tölteni.